A Hargita megyei tanács kész támogatni udvarhelyt a terelőút megépítéséhez szükséges előtanulmány finanszírozásában, amely a becslések szerint 1,3 millió lejbe kerül, elkészüléseik pedig a kis terelőút rendszer fejlesztésén dolgoznak. Kedden Borbóly Csaba, Hargita megye tanácsának elnöke és bíró Barna Botond alelnök Székelyudvarhelyre látogattak. A látogatás során az érintett önkormányzati vezetőkkel a kisterelőútrendszer terveit tárgyalták, amely Székely-Keresztúr Parajd, valamint a Csíkszeredából érkező forgalomtól tehermentesíteni a várost. Arról beszéltünk, hogy milyen olyan lehetőségek, alternatív útvonalak vannak, aminek a megépítésével tudnánk segíteni azt, hogy Székelyudvarhelynek a forgalmáról egy bizonyos terhet le tudjunk venni. Az egyik ilyen útszakasz a Szent Tamáson átérkező útszakasz, ami Kadisfalván jön ki, aminek a megépítése az felvállaltuk, mi megye önkormányzat, a tervezés az már készül. A másik ilyen útszakasz az Bikafalva, Forcád, Lengyelfalva útszakasz, ami ismét egy olyan lehetőséget rejt magában, amivel a személygépjármű forgalmat el lehet terelni. És hát nyilván még vannak ilyen kisebb útszakaszok, mint a Remete irányába induló községi út is, de emellett azért a nagy terelőútnak a megépítése a legnagyobb prioritás, és azt ígértük, hogy a megye önkormányzat segíti a Székelyudvarhelyi Városházát azzal az összeggel, ami a nagy terelőútnak a megvalósíthatósági tanulmányának az elkészítése. A tervezett útrendszer a kisjárművek számára jelent alternatívát. A megyei tanács együtt dolgozva Oroszhegy, Farkaslak, a Homorót, Szent Márton és Felső Boldogfalva községgel bíznak abban, hogy jó egyetértésben meg tudják valósítani a kész terveket. A hosszú távú megoldást a teherforgalom számára is használható terelőút fogja jelenteni, melynek megépítése az Országos Közútkezelő Társaság hatáskörébe tartozik.